Sziasztok, Lovrencsics Gergő vagyok, nézzétek ti is az NSO TV-t. Hát a Márk Lövi van, ugyanúgy maradt a csapatnál, és a Kozma Pistával ketten egy edzői párost alkotva vágtunk neki a felkészülésnek, ők ketten fognak dirigálni, nagyon remélem, hogy jobb párost fognak alkotni, és ezt a mi csapatunk is be fogja nekik bizonyítani, mind nekik, mind a szurkolóknak, mind az egész klubnak. Azért néhány felkészülésen túl vagy már, így az első hét alapján mit szűrsz le, milyen lesz a csapat, milyen lesz az edzőpáros? Hát még eléggé fog kias a csapat, én azt mondom, nagyon sokan elmentek, szerintem nagyon sokan fognak jönni, jövő héten már lehet, hogy fog érkezni egy pár új játékos, de azt tudom, hogy két hét múlva a Belgiumban megyünk edzőtáborba, ott 5-6 játékos biztos, hogy fog csatlakozni a csapathoz. És nem lesz olyan, mint amit mondjuk Barci Dávidékkal, hogy sokan meg kimennek és ott maradnak Belgiumban? Hú, ezt nem tudom, ezt a tulajdonosútól kéne megkérdezni, ezek az ő dolgai. Ugye ő meg azt mondta, hogy hát most nem lesz top csapat az Újpest idén. Te hova várod magatokat? Hát elég nehéz kérdés, mert elég kevesen kezdtük el, főleg fiatalokkal, sokan nem maradnak. Nagyon kéne egy 5-6 jó játékos, és akkor remélem, hogy ott tudnánk lenni az első hatba.